férfi felelősség fája. Országos mozgalmat indított a Férfiak Klubja. Lázas készülődés a Férfiak Klubjának Óbudai bázisán. A kis csapat egy országos mozgalom alapjait készül lerakni, amelynek célja a férfi felelősség megerősítése. Veszprém városában lesz a szimbolikus faültetés, ahová a család és otthon nézői is elkísérhetik a társaságot. Ezeket a táblákat visszük ki, mert ezt tesszük a fa elé. Merj erős lenni, merj férfi lenni. Ez a mottója a Férfiak Klubjának, és ezt az üzenetet szeretnék az egész országba eljuttatni, a férfi felelősség fájának szimbólumán keresztül. Azt írja rajta, hogy Milotai 10-es, ezt választotta a mi kertészeti tanácsadónk, úgyhogy szerintem ezt vigyük el. A fákat mindig is a jövőnek ülteti az ember, hogy annak gyümölcsét, árnyékát és friss levegőjét élvezhesse az utókor. Általában diófát ültetünk, ez a mi szimbólumunk, amit a jövőnek ültetünk, de ma különleges nap van, mert az egyik helyszínen diót tudunk ültetni, Veszprémbe viszont a városrendezési terv miatt nem engedélyezett, úgyhogy ott juhart fogunk ültetni. A mozgalomhoz bármely település csatlakozhat, hiszen a család és a nők iránti felelősséget minden férfinak éreznie kell, bárhol is éljen. Minden helységben, ahol közösségünk lesz és emberek csatlakoznak hozzánk, minden helységben állítsunk annak egy jelző oszlopot, hogy a férfiak jelenléte a családban stratégiai fontosságúvá vált. Akkor tudunk igazán erősek lenni, városi közösségként, hogyha egyébként erős családok vannak, és ezekben az erős családokban erős férfiak és erős női szerepek, és a klasszikus női szerepek erősítik a gyerekeinket. A nők és a férfiak közötti tradicionális munkamegosztást az újabbkori társadalmak felbolygatták. A családi fészek melegét manapság is az anyukák őrzik, azonban nagyon nagy szükség van az apák érzelmi jelenlétére is. Én próbálok arra ténylegesen figyelni, hogy a családi körben töltött időnek, hogyha az idejét radikálisan megnyújtani nem is lehet, a minőségén mindig lehet javítani. És számomra ez a fontos üzenet, és ezt próbálunk mintaként megjelenni, hogy az az idő az tényleg az övék legyen. Tehát, hogy akkor már nem dolgozunk, akkor nem az e-mailekkel foglalkozunk, akkor nem a telefonokat bonyolítjuk. A felmérések szerint a nők a klasszikus értékeket keresik a párkapcsolataikban. Az eltávolodásnak az oka az több vonalon is keresendő, de leginkább a reklámokból és az interneten látható képekből ered sajnos, hogy olyan képeket vetítenek elénk, ami már nélkülözi a klasszikus értékeket. És ezért nagyon nehéz az, hogy az ember vissza tudjon találni, tehát ezért mindenkinek egyéni felelőssége van abba, hogy utána menjen ezeknek a dolgoknak. A családban betöltött szerepek és viszonyok tanulhatóak, az esetleges konfliktusok pedig feloldhatóak. A férfi kiteljesedéséhez a nő tud a legtöbbet hozzátenni. Amit nőként megtehetünk, az tulajdonképpen az, hogy a párunkat hagyjuk érvényesülni, nem versengünk vele, megpróbálunk a női szerepünkben maximálisan teljesíteni, és hagyjuk őt erősebbnek lenni, ugye a nemi szerepének megfelelően. A fa elültetése csak a kezdet. A Férfiak Klubjának tagjai egy kellemes piknik közben vitatják meg a fa környezetében tavasszal és ősszel tapasztalataikat. A biztonság megteremtése lényegében nem is anyagi kérdés. Olyan attitűddel kell rendelkeznem, ami azt jelzi a nőnek, hogy minden körülmények között ott vagyok. Rám lehet számítani. Mindig a lehető legtöbbet fogom adni hozzá a közöshöz. Azt a fajta érzetet kell egy nőben kelteni, hogy neki soha nem kell a háta mögött hátra nézni, hogy ott vagyok-e. Akármit csinál, ő biztos lehet abban, hogy én ott vagyok. És ezt nem lehet dumával, ugye szöveggel nyújtani ezt a biztonságot, hanem ezt egy olyan attitűddel, egy olyan hozzáállással kell nyújtani, aminek nagyon mély gyökerei vannak. A férfi felelősséget szimbolizáló fa végleges otthonra lelt. Most már a családfőkön a sor, hiszen a jövő otthon épült.